Csengerváros önkormányzata az új szétsényi terv környezet- és energiaoperatív program keretében pályázott a közvilágítás korszerűsítésére. A kedvező döntésnek köszönhetően 108 millió forint összegű uniós forrást nyertek a megvalósításhoz. Ennek köszönhetően Csengerváros teljes területén megvalósult a világítótestek cseréje. A munkálatok alatt 860 darab új LED-technológiájú lámpatestet szereltek fel. A fejlesztés célja a város energiafelhasználásának, illetve az üzemeltetés költségének csökkentése. A teljes közvilágítás le lett cserélve Csengerben, most a napokban történt az átadás átvétel, minden egyes utcában, parkokban közvilágítást kicseréltük. A számítások szerint olyan 53 és 57 százalék közötti megtakarításról lesz szó, tehát mivel LED lámpákat szereltünk fel, LED világítás, ugye ez sokkal takarékosabb, költségtakarékosabb, energiatakarékosabb ízókat tettek be, és úgy gondoljuk, hogy ezzel egyrészt a fénye nagyobb lett a városban, éjszaka az utcán és hát a megtakarítás, ugye a megülő energiaforrás, a környezetvédelem szempontjából ez nagyon fontos. Az önkormányzat számításai szerint az új rendszer működtetésével több mint 50 os megtakarítást tudnak elérni, amit a város további fejlesztésére fordíthatnak. Van hova tegyük ezeket a pénzeszközöket, hiszen ugye tavaly indítottuk el a járóbetege ellátó központot, ami még most az elején nagyon sokba került város önkormányzatának, de hát azt mondtuk, hogy ezt erőnk felett is vinni kell, mert 18 szakorvosi ellátás van Csengerben, és most akarjuk bővíteni ezeket a szakellátásokat, valamint infúziós kezelést is be akarunk indítani, és ahhoz, hogy, ahhoz, hogy az embereket itt minél nagyobb arányban el tudjuk látni, és ne a betegeknek, idősöknek elutazni távolabb tőlünk, távolabbi városokba, ez fontos ezeket üzemeltetni. Nyilván ennek költségei vannak ezen üzemeltetésen, de mi az iskolát is megtartottuk, tehát az iskola is nekünk éves szinten több 10 millió forintba van, úgyhogy van hova tenni ezt a, pénzesz, ezt a pénzeszközt. Csenger polgármestere azt is elmondta, hogy az olcsó üzemeltetés mellett az új rendszer előnye, hogy sokkal hatékonyabb világítást és és egyben esztétikusabb környezetet biztosítanak a korszerű ledízzók, mind a városban élők, mind az itt átutazók részére.